Szeretettel köszöntöm az jelenlévőket, Püspök atyát. Álltam én itt sokat, most egy ideje nem, de úgy előjöttek ezek az emlékek. Örülök, hogy a szabad egyetemi sorozat az újból elindult. Amiről én beszélni fogok, ugye kaptam egy felkérést, amit a saját szájam íze szerint értelmeztem, de valóban logikusan következik abból, amit az előbb hallottunk, tehát hogy Isten szól az emberhez ilyen sokféle módon, mégis egységesen. Amiről én szeretnék beszélni, az, hogy hogyan alakult az ember a bizonyos technikák segítségével olyanná, hogy meghallja ezt a szót. Hogyan alakult ki az az érzék, amiről volt szó, ugye emlékszünk az előbb, ez a hitérzék, egy sajátos érzékelés, hogyan alakította ki az első évszázadokban, egészen az őskeresztény kortól kezdve a keresztények közössége, az egyház közössége az egyes emberben azt a befogadó képességet, hogy meglássa, meghallja, megízlelje, érzékelje az Istent. Az Istenit, a jelenlétét Istennek. És ennek kapcsán, tehát az érzékszerveknek a megújulása, a megújítás, egy sajátos érzékelésnek az aktivizálása, amely intézményesen történt a korai egyházban, egyszerűen létrejött egy teljesen új, megújult kultúra, művészet. Ugye, hogyha megnézzük az első keresztény vizuális ábrázolásokat, mondjuk képzőművészetnek, de a művészettörténészek vitatkoznak azon, hogy ez még művészettörténete, vagy csak a bizánci művészettel kezdődik a művészet, mert ezek olyan egyszerű ábrázolások. Ugye itt a katakombákban látjuk a legkorábbi ilyen képi ábrázolásokat. Egymás mellé raktam egy restaurált képet arról, amit egyébként abban a sírkamrában a boltozaton lehet látni. Ez az egyik legkorábbi keresztény ábrázolás, tehát a Santi Pietro Marcellino katakombában vagyunk, a pékeknek a kubikulumában. Ezek ilyen, hát nagyon sokszor az embernek az az érzése, hogy hát ilyen gyermekrajzok. Tehát azért valami elindul, amiből aztán lesz majd Leonardo, meg Raffaello, meg aztán sok minden szépség, de itt valamiért nem törekedtek arra, még arra sem törekedtek a keresztény alkotók, hogy a kor művészeti technikáival a legmagasabb színvonalon élve alkossák meg az ő ábrázolásaikat. Én elég rendszeresen jártam néhány évvel ezelőttig Rómában, ahol most két élményemet idézném föl. Az egyik az volt egy nagyon kedves idős könyvtáros hölgyel összebarátkoztam, aki mindig jött velem oda, ahova én mentem, az ókereszténykor érdekelte, nem ennek volt szakértője, és akkor kérdezte tőlem, hogy miért van az, hogy ezek nem olyan szépek ezek az ábrázolások, hogy az ókeresztény szakmában azok nem olyan szépek, nem olyan cizelláltak, nem annyira kifinomultak, mint a pogány szarkofágok. Tehát nem voltak elzárva attól a tudástól, amivel meg lehetett faragni azokat a gyönyörű frízeket, csak nem, valamiért nem akarták. A másik élmény, és aztán ezzel elgondolkoztam is, és nem is biztos, hogy pontos válaszokat tudok adni erre a felvetésre, erre a kérdésre, de nagyon jogos. Tehát valami nagyon egyszerűből indul el az, amit aztán az európai művészet történetének tekintünk. A másik élményem az, amikor a fórumon álltam, és ott volt a Veszta templom, a Veszta szüzek templom, és egyedül, ráadásul biztos olyan volt az atmoszféra és a fényviszonyok, hogy úgy néha van az embernek ilyen megvilágosodás, és hogy úgy teljesen megértettem azt, hogy hát ezek élő emberek voltak, ugyanolyan húsvér emberek, mint mi. Ugyanúgy meggyőződésük volt, hogy ez helyes, amit tesznek, hogy az a vallási
kultusz, hogy azok az istenek, azok az ő számukra ugyanolyan fontosak voltak, mint aztán később akár a keresztények számára a saját kultuszuk, meggyőződésük, jogrend épült rá, óriási kultúra, gyönyörű művészeti alkotások jöttek létre. Egy hihetetlen gazdagság tűnt el egyszer csak a semmibe. Vagy átalakult. Hogy ez hogyan van? Miért tud egy ilyen gazdag kultúra, mint az antik görög, római civilizáció teljesen átalakulni? És mi már valami egészen másban vagyunk. Mi történik? Minek kell történnie? De ma is sokszor van szó arról, hogy kulturális változások, hogy a keresztény kultúra már veszélyeztetett, hogy azt kell újjáteremteni, vagy megvédeni. De a kereszténység soha nem azonos semmilyen kultúrával. De óriási erővel tud kultúrákat megtermékenyíteni és átformálni. Ezt lehet látni a világ minden tájékán, ahova eljutott. A legkorábbi liturgikus, általunk ismert liturgikus építményben, nyilván ennél korábbi volt, egy magánház, amit az első században építettek, a harmadik század elejére egy gyülekezeti hely lett Dura Európoszban, az Eufrates mellett. Ezt a művészettörténészek, régészek, egyház történettel foglalkozók jól ismerik. Hát ezek a képek, ez a baloldali, ez egy onnan származó festmény, mellette pedig egy 6. századi, sokan biztos felismerik, Ravennában lehet látni ezt a gyönyörű mozaikot. Ott az ős minta, legalábbis amit mi látunk elsőként, biztos, hogy volt korábbi is, egy keresztelő helyisége volt ennek a magánháznak, ahova már miután a tanításba beavatást nyertek a jámbor lelkek, akkor megkeresztelték őket, és ott volt a szamáriai asszony jelenetének az ábrázolása is, ami ugye egy kulcsfontosságú jelenet a János evangéliumban, a 4. fejezet, nagyon különös, az egyik legkirekesztettebb, megvetettebb személlyel, nem elég, hogy szamaritánus, hogy nő, ugye ebben a patriarchális felfogású társadalomban, hogy nem csak 5 férje van, hanem akivel él, az ráadásul nem is a férje, tehát ugye, hogy majd nem komilfó ez a hölgy, és délben megy a kúthoz, hogy nehogy találkozzon valakivel, mert ugye a hajnali és az esti hűvös időben mennek a többiek, akik őt megvetik. És ő az, akinek Jézus azt mondja, hogy én vagyok a messiás, és hogy olyan vizet adok neked, amely az örök életre fakad, és aki abból iszik, soha többé nem szomjazik meg. Ez azért döbbenetes tanítás, az elitizmustól a lehető legtávolabb áll, ahogy minden egyébként az evangéliumokban. Ez a jelenet, ez kulcsfontosságú, ahogy a másik, a betesdai gyógyítás is, amikor viszi ezt az ikeágyat a vállán, ugye ez a paralitikus, vagy mondjuk inaszakadt, akit meggyógyít Jézus, és ugye itt is a vízről van szó, tehát nem véletlenül a keresztelő kápolnához kapcsolódik, itt valami a vízzel történik, amitől teljesen megváltozik, újjászületik az ember. Hát itt van egy másik példa, ezek már azért szebb ábrázolások, a jobb felső sarokban látunk egy katakombából egy Orpheus ábrázolást, ugye itt látunk egy római padló mozaikot, ez nem keresztény, ott pedig látjuk a Galla Placidia mauzóleumnak azt a jópásztor ábrázolását, ami egyértelműen az Orpheus motívumnak a keresztény átértelmezése. Ezt arra hoztam példának, hogy ugye vannak az antik művészetben olyan motívumok, olyan jelenetek, olyan szimbólumok, olyan ikonográfiai alapok, amelyeket keresztények átvesznek, csak teljesen átértelmeznek. Máshogy tekintenek a világra.
Ha az irodalmat nézzük, hozok egy példát, vagy két példát arra, hogy a kezdeti évszázadokban, tehát az első keresztény évszázadokban, itt ez a nagy változás, amire én utalok, és ami engem egyébként lenyűgöz, és nagyon sokat tanulok belőle, az a negyedik századig zajlik le gyakorlatilag. A negyedik század végéig, aztán utána jön egy hatalmas nagy sok, és aztán más módon jelenik meg a kereszténység, és lesznek keresztény középkori királyságok például. De ahova én most visszamegyek, az a gyökerek, tehát ha az irodalomról van szó, akkor ugye azt írja az egyik igen jeles szerző, Origenész, hogy azt szeretném, hogy a tanítványának, hogy a természetes képességeid egészét a kereszténység javára használt, boldog lennék, ha ezen fáradozva a görög filozófiából mindazt, ami a kereszténységhez tartozó enciklopédikus tanítás, itt most nem a mai értelmet enciklopédiáról, hanem a szabad bűvészetekről, az általános tudományokról van szó, enciklopédikus tanításnak vagy bevezetőnek minősülhet, fölhasználnád. Továbbá mindazt, ami a geometriából és asztronómiából fontos, a szentírás értelmezéséhez. Hogy ezáltal ugyanúgy a kereszténység segédjének nevezhessük a filozófiát, hogy a filozófus növendékek a geometriát, a zenét, a grammatikát, rétorikát, asztronómiát nevezik a filozófia segédeinek. Egy hasonló gondolat Basileiosztól egy évszázaddal nagyjából később azt mondja azoknak a fiataloknak, ugye is Origenész még a harmadik század, ő még az üldözött egyház tagja, Vazul vagy Basileios, viszont azért már annak az egyháznak az igen jeles és nagy befolyással bíró püspöke, amely egyház szabadon épít, anyagi forrásai vannak, ennek köszönhetően egyébként például a leprakórházat alapít, ami az első Európában, tehát ő alapítja meg ezeket. Ő azt mondja a fiataloknak, akik járnak az iskolába, ahol pogány tananyag van. Tehát nem változtatták meg a nemzeti alaptantervet a keresztények, hanem más, megtanulták máshogy olvasni azt a nemzeti alaptantervet, amit évszázadok óta használnak, hiszen ennek a része, itt most görög szerzőről van szó, szerves része például Homérosz, a homéroszi költészet. Most a Homéroszt olvasunk, az nagyon jó nyelvtanulás szempontjából, bár ők sem azt a görögöt beszélték, amit Homérosz. Nagyon, de hát hogy mondjam, erkölcsi tanítások szempontjából azért kivetni valót hagy maga után, hiszen hát kevés különösebb házasság van, mint Zeusz és Héra házassága, ott folyton megcsalja Zeusz Hérát, az istenek azok hát nagyon és emberi módon viselkednek, sőt nem a legderekabb emberek módjára. Olyan mintákat ad a homéroszi költészet, ami miatt például Pláton, akit ugye nem lehet kereszténységgel vádolni, Pláton azt mondta, hogy hát ezt azért csak megszűrve lehet az ifjúság elé adni, mert lehet, hogy van valami átvitt jelentése, csak nem azt veszik elő, tehát hogy nem azt értik a fiatalok, hanem mindig inkább az ilyen pajzánabb dolgokat. Tehát ahhoz a másik élethez, az örök boldogsághoz a szent könyvek vezetnek, az a szentírás. Nevelnek bennünket rejtett értelmű tanításokkal, míg persze fiatalkorunk miatt mély gondolataikat nem tudjuk felfogni, addig előkészülhető lelki szemünket egészen előttő más könyvekben gyakoroljuk, mint árnyakon és tükrökön. Mivel én ilyeneket olvastam, és soha nem értettem azt, amikor voltak olyan keresztény kisközösségek, ahol ismerőseim oda betértek, és akkor mit tudom én, eladták a hangszereiket, eldobták a könyveiket, szóval ez például az egyházi tradícióból ez nem következik, hanem az következik, hogy máshogy használjuk, máshogy olvassuk. A zenét hozom még fel, és aztán utána beszélek a vizualitásról is. Egy negyedik század végi, akkor Civitas Remezianának nevezett, ma Szerbiában található, a mai Szerbiában területén található városnak a püspöke, igen jeles homiliákat hagyott ránk a zsoltár éneklésről. És ebben például azt mondja, hogy
hogy Mózes után már nem csak férfiakat találsz, hanem sok-sok asszonyt is, akik szent lélekkel töltekezve még Dávid előtt megénekelték Isten misztériumait, akit az Úr gyermekkorától kiválasztott erre a feladatra, és arra érdemesült, hogy az énekesek fejedelme és az énekek kincses háza legyen. Még gyermekként kitara kísérettel olyan kellemesen, sőt akkora hatalommal énekelt, hogy lecsillapította a Sault gyötrő gonosz lelket, de nem azért, és ez nagyon érdekes, mintha kitarájának lett volna ekkora ereje, hanem mert Krisztus keresztjének előképe, amelyet a faj és a megfeszített húrok misztikus módon hordoztak, és a kínszenvedés, melyet megénekelt, már akkoriban megfékezte a démoni lelket. A képzőművészetekről, a művészettörténészekről mindig elmondjuk, hogy az ókeresztény művészet, és azt a keresztény művészet lényegileg tipológikus, tehát hogy van egy előkép és egy beteljesedés, de a zenéről ezt nem szoktuk elmondani, pedig itt is arról van szó, hogy úgy fogta föl a korai egyház, ez a szerző, ez összegzi gyakorlatilag a zenével kapcsolatos patrisztikus tradíciót, úgy fogta föl a zenélést, a zenét, hogy az a zene, amelyik képes ördögöt űzni, például a démont, amely gyötörte Sault, vagy amely a profétai lelket adja meg a profétának, mert olyan is van, hogy akkor tud Elizeus profétálni, amikor a lantos a húrjaiba csap. Ez azért a zenének igen nagy magas méltóságot ad, hogyha az egy, a Bibliát nézzük. Tehát ez nem önmagában nyeri meg az erejét, kapja meg az erejét, ez a fajta zene az Ószövetség Krisztus előtt, hanem azért, mert a logosz örök, és akkor is működik, és a Szent Lélek által, a Isten lelke által inspirálta ezeket a muzsikusokat. Ez nem egy költői kép, ő ezt halálosan komolyan gondolja, ahogy sokan mások is a korban. Tehát ez egy gyógyító zene, a korai egyház, ebben nem megyek bele, mert tényleg nagyon sokat lehetne beszélni, hogy a hangszeres zene az nem volt, liturgikus célból nem alkalmaztak hangszereket, csak a tiszta éneklést. És hogy minden gyógyítás Krisztus ereje által történhet, ez volt a meggyőződés. Most én szeretnék egy példát hozni Ágostontól, aki az egyik kedvenc szerzőm, akivel jó sokat lehet vitatkozni, mert mondott olyanokat is, amivel nem feltétlen ért egyet az ember. De hát ez, ugye sok, én is mondok olyanokat, akik nem értenek egyet. Sokan még, tehát most is fog. Ágoston életéből hozok egy példát, és aztán megpróbálom megvilágítani, hogy mi áll mögötte, mi áll emögött a folyamat mögött, ami egészen különösnek tűnhet számunkra. Ágostonnak van egy, ahogy a vallomásokban írja le, és aztán a korai műveiben is többször utal arra, hogy hát volt egy óriási megtérése. Egy nagyon fontos esemény az ő életében, de a miénkben is, meg az enyémben is, meg ő nem foglalkoznék vele. Ez 386. augusztusban történt. Olvasta egy kertben, Milánóban Pál apostol leveleit, így fölcsapta. Azt mondja, amit idézek, hogy megragadtam, s fölnyitottam, és elolvastam némán. In silencio. Csöndben olvastam, ami azért különös, mert a korban nem szoktak csendben olvasni. Hangosan olvastak. Hangosan olvastak, és hangosan írtak. Mert ez, hogy ő csendben olvassa, ez feltételezem, hogy így történt. De ugye ő erről gyakorlatilag egy teológiai művében ír, a vallomásokban, tehát ahol minden hihetetlen jól megszerkesztett, és teológiai üzenetekkel megtűzde. Tehát amit ő oda belefogalmaz, beleszerkeszt, annak mély jelentése van. Tehát, hogy ő ezt kiemelte, hogy ő némán olvasta, ennek önmagán túlmutató jelentése van, és jelentősége. Megtér, anyukája, Mónika, már ifjú korában, Ágoston fiatal korában, Ágostont feliratta a katekumenek közé, a hitjelöltek közé. Ágostont ez különösebben nem érdekelte.
De ettől kezdve igen, és azonnal jelentkezik Milánóban Ambrus püspöknél. Azért ezek nagy találkozások. Tehát ez, szóval milyen jó lehetett akkor élni. Tehát, hogy egy Ambrus, egy Ágoston, egy Nagyszent Vazul, egy nem sorolom tovább. De ez a IV. Század, ez különleges az egyház történetében, mert soha ennyi elképesztő intellektusú, műveltségű, tiszta erkölcsű és életű püspök nem volt. Lehet, hogy ma is van, bocsánat, de hogy mondjam, ők hagytak ránk írásokat. A maiak közül annyira nem. És máshol jelentett a püspökség akkor és más ma. Tehát a következő, amikor ő visszavonul, mert hogy készül a keresztségre. De ez nem most rögtön lesz, hanem majd 381. április 24-én, ezt könnyű megjegyezni a György napról, ez a április 24-én nagy szombaton, hajnalban. Na de ott előtte a nagybőjben, a 40 napon keresztül, hát az egy nagyon komoly, aszketikus és intellektuális és spirituális folyamat, ami zajlik. Elvonul, mielőtt még elkezdődne a nagybőjt, amikor a katekézisek sorozata indul, elvonul Cassiciacum nevű kis helyre, barátaival, tanítványaival, és ott a zsoltárokat olvassa. És amikor erről beszél, akkor a vallomásokban, akkor ő azt mondja, hogy ezeket a zsoltárokat fennhangon olvasta. Ezeket már nem némán magában olvassa, hanem hangosan olvassa. De tudjuk, hogy ekkoriban már a zsoltárokat éneklik. Sőt, már a zsinagógában éneklik. Tehát a keresztények éneklik a zsoltárokat. De ő katekumenként a keresztség előtt a beszámolója szerint hangosan olvas. Tudjuk azt, és ezt nem töröltem azt a diát, mert úgy sem elég az idő, hogy ez gyakorlatilag egy lelki gyakorlat volt számára. A zsoltárok olvasása ez egy elmélkedés volt, és abban segítette, hogy a szétszórt figyelmét, a szétszórtságát, azt megszüntethesse és koncentrálni tudjon a leglényegesebb dolgokra. Tehát, hogy ne használja a Facebookot, meg ne nézzen tévésorozatokat. Ez a lelki gyakorlatosság, amivel készült a keresztségre. Természetesen ebben az időszakban nagyon-nagyon szigorú volt az elvárásrendszer egyébként a katekumenekkel. Étkezésben alkoholos italokat nem ihattak, házastársak nem élhettek szexuális életet. Ráadásul délután is volt tanítás, ami azt jelentette, hogy kiestek a napi munkavégzésből, tehát ez áldozatokkal járt, és gyakorlatilag elvárták tőlük, hogy az irgalmasság cselekedeteit az folyamatosan gyakorolják is. Miközben ment a tanítás. A következő viszont már megkeresztelkedett, és ez Milánóban történt, azt írja, megkeresztelkedtünk, és megszabadultunk az elmúlt élet nyugtalanságától. Képtelen voltam betelni azokban a napokban a csodás édességgel, amikor az emberi nemet üdvözítő elgondolásod mélységéről elmélkedtem. Mennyit sírtam himnuszaid és énekeid közben, édesen zengő egyházat hangjaitól mélyen megindítva. E hangok a fülembe ömlöttek, és szívembe letisztult az igazság, vagy úgy is fordíthatjuk, hogy beszűrődött az igazság a szívébe, és forrásnak indult benne az istenfélelem érzése, és kibudjantak könnyeim, és jól estek nekem. Az én fordításom már az összes magyar fordítás ebben nem stimmel. Ez a kép, ez a bor és a tömlő képe, ő maga az a boros tömlő vagy hordó, amelybe az új bort öntik be. A hangok, ez a bor beszűrődik a fülén keresztül, ott letisztul, forrásnak indul, mint a must, és aztán kibudjannak a könnyek a szemén, mert ugye amikor forra a must, akkor tudjuk, hogy úgy kibudjon a hordó tetején. Zseniális Ágoston ezekben a képekben,
De ez egyszerre bibliai utalás, ugye, hogy hát egyrészt az új bort azt új tömlőbe öntik, a másik pedig a pünköst, az egyház születése, amikor az apostolok ugye azt gondolják ott a körülbelül, hogy megittasulnak a bortól, színbortól, és hát különböző nyelveken beszélnek, megszólalnak. Tehát a némaság, a meditatív hangos olvasás és az éneklés, ez egy ív. Akkor énekel Ágoston az egyházban, amikor már megkeresztelkedett. Addig nem tud új éneket énekelni. Addig ő még a régi ember. Meg kell újulnia, hogy új éneket tudjon énekelni, az egyház énekét. Ha visszatekintünk az első állomásra, ugye, és amiről Attila atya is beszélt, hogy hát Isten beszél az emberhez, az igaz, csak az a baj, hogy az ember ezt nem érti, nem hallja meg. Tehát itt a katekumen az azt jelenti görögül, hogy az, aki a szóbeli tanításnak a befogadója, a hallgató. Ez akit a latin, aztán auditornak, audiencenek nevez. Tehát az, aki hallgat, nem úgy hallgat, hogy csöndben van, hanem a listening. Tehát és ezek a hallgatók ugye azt mondják, hogy süketek. Süketek, mert csak a szavakat értik, a testi füled ugyan nyitva van, hiszen hallod a kimondott szavakat, a szíved füle azonban még be van zárva, amivel nem érted a mondottakat. Most egy pillanatra megállok, amit az előadás elején mondtam, hogy itt egy óriási kulturális átalakulás történt, az nagyon szorosan összefügg, és a művészet területén, az irodalom területén, a zenében, mindenütt megjelenik, az nagyon szorosan összefügg azzal, hogy hogyan nyitja meg az egyház a süketek fülét, a katekumenek fülét, és a szemüket is megnyitja. Ez egy rendkívül tudatos eljárás, egy nagyon jól kidolgozott folyamat, amelynek során bizony olyan technikákat is alkalmazott a korai egyház, amely technikákat a kortárs filozófiai iskolák is alkalmaztak. Például nagyon erőteljesen az emlékezetre appelláltak. Nem szabadott leírni semmit. Először meghívták, tehát ők meghívást kaptak, de nem az egyház ment körbe, nem a papok vagy a püspök kopogtatott be a házakba, hogy gyertek ide, hanem szabad döntésükből ezek a felnőtt emberek, mert most olyan időszakról beszélünk, amikor döntően felnőtt keresztség van, ez nagyon lényeges, mert a felnőtteknek lehet az értelméhez szólni, és ezek a tanítások részben az értelemhez szólnak. Csak azt mondják, hogy még az értelmedet nem tudod használni, de valamilyen úton, módon mi ezt segítünk abba, hogy megnyíljon. A nevüket felírják azok, akik azt gondolják, hogy úgy döntenek, hogy meg akarnak keresztelkedni, akkor azt teszik, mint akik úgy dönt, hogy elmegy katonának. Egyébként maga a terminológia is ilyen militáns. Most jó értelemben mondom, a nomendáció, a névadás, azt jelenti, hogy a nevemet feliratom a sorozási listára, és akkor megyek 770 ezer forint bruttóért, vagy mennyit láttam az óriás plakátokon, katonának. A tanársegédeink fizetésének a duplája. A folyamat során a bűnök megbánása, a bűnöktől való megszabadulás és a bűn bocsánat az a különböző formái érvényesülnek. Nem volt ilyen fülbegyónás, tehát nem voltak szekrények, amiben bemegy az ember, és akkor ott elmegolja a bűneit, a bocsánat, de ugye, hanem ezek közösségi volt, illetve olyan rítusokat hajtottak végre, amelyek a megtisztulást célozták, volt ördögűzés, de nem az ilyen horrorisztikus, tehát nem arra kell gondolni, mint a horrorfilmeknek ezek a szörnyűségei, amit képtelen az ember nézni, vagy hát valaki szereti. És voltak különböző számunkra furcsának tűnő rítusok, sóval való meghintés, ráfújás, stb. Ezeknek egyébként a korban megvolt a más kontextusban is, nem csak keresztény kontextusban a jelentésük. Átadták nekik először a hitvallást, vagyis meg kellett tanítani az apostoli hitvallást, ez az a rövidebb szöveg, nem a Nikaia Konstantin, hanem az apostoli, mert keresztségi hitvallásra megy vissza.
Nem szabad ott leírni. Azt mondja a katekézist tartó püspök, hogy a ti könyvetek, kódex, az emlékezet legyen. Vagyis azt tették, amit egyébként a filozófiai iskolák is tettek a saját tanítványaikkal, hogy alaptéziseiket, azokat memorizáltatták. Hiszen sokszor olyan helyzetben kerül az ember, amikor nagyon jól jön az, hogy például felidézi magában, mondjuk, hogyha keresztény, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, melynek, és elmondom ezt. Vagy amikor baja van az egyház, akkor például elmondja ezt a szöveget, és akkor ebben benne, hogy ő hisz benne. Tehát, hogy visszatérni az alapokhoz. Ez az, amit egyébként tényleg nagyon-nagyon jó filozófiai szövegek vannak, sztoikusoktól, epikúreusoktól, szinte szó szerint egyébként párhuzamosak a keresztényekkel. Én egy-két ilyen párhuzamot publikációban ki is mutattam. Aztán a segítők, az úgynevezett szponzorok segítségével a hitjelöltek, ezek a katekumenek, ezek aztán egy hétig otthon tanulgattak, és visszamentek, és a következő héten a püspöknek fölmondták gyakorlatilag, kikérdezte őket a püspök. Ha ez ment, akkor utána változó volt egyházanként, de mondjuk Észak-Afrikában megtanította még a keresztség előtt nekik a püspök a mi atyánkot. Milánóban például a keresztség után tanította meg Ambrus, mert ő neki egy kicsit más teológiai felfogása volt, azt mondja, hogy addig, amíg nem születtél újjá az egyházban, addig nem hívhatod Istent atyádnak, mert az egyház az anyád lesz, és akkor Isten az atyád. De ez máshol nem így volt, hanem megtanították nekik, mert azt mondja Ágoston például, nem olvasom föl, hogy az idő ezzel ne menjen, hogy az imádság, az ugyan meg fogtok tisztulni minden bűntől. De ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve le van zárva az egész történet, hanem lesznek olyan bűnök, amiket elkövettek. Ez először ugye mindig kisebb bűnökkel kezdődik. Azt mondja, na ezekre jó az imádság. Ez olyan, mint amikor, ugye ez egy hippó, halászok, hajósok voltak ott a tenger, és a képeket onnan veszi Ágost, és azt mondja, ez olyan, mint amikor picit léket kap a hajód, akkor beszivárog a víz, és azonnal ki kell pumpálni. Ez a pumpa, ez a mi atyánk, az imádság. Mert hogyha aztán ezt elhanyagolod, akkor a víz már akkora lesz, a hajóba, hogy elsüllyed. A püspök miután, és ez térben is lezajlott, a katekumenek nem mehettek be a keresztelő kápolnába, mielőtt megkeresztelkedtek, csak akkor. Sőt, bizonyos pontjain voltak a tanításuk során az egyháznak. Hogyha valaki látott a 4. században ilyen nagy bazilikákat, például Aquileiában ott, vagy hát számos helyen a világban, akkor látja, hogy úgy van fölépítve, hogy különböző épületrészek vannak, és ezek tükrözik azt a folyamatot, azt a teológiát, azt a beavatást, amely végbe megy a lélekben, ez a térben is el van helyezve. Amikor eljut a keresztségig, ez Milánóban valószínűleg az a keresztelő medence, egy oktogonális medence, jó nagy, ahol Ágostont megkeresztelte Ambrus. És azt mondja, ezt Ambrustól idézem, beléptél, mondja a hitjelöltnek, láttad a vizet, láttad a püspököket, láttad a papot. Nehogy azt mondja valaki, ennyi az egész. Bizony, hogy ez az egész valóban egész, ahol teljes az ártatlanság, stb. Azt láttad, amit testi szemekkel, emberi tekintettel képes voltál látni, és nem láttad azt, ami végbe megy. Tehát ez megint ugye azt látjuk, hogy mennyire erőteljesen törekszik arra az egyházat képviselő püspök, ott segítők vannak, diakónusok, tehát nem egy egyéni akciója ez a püspöknek, a közösség van jelen, a hívő közössége, és arra törekszik, hogy mindaz, amit lát, azt szellemi szemekkel lássa. Látta a vizet. Na de hogyha csak a vizet látja, akkor az lehet, hogy az a Harkányi fürdő, vagy a Balaton, vagy nem tudom micsoda. Abban olyan nagyon nem lehet újjászületni, bár biztos jó a reumára. Ez a víz, ez az újjászületés vize. A keresztséget nagyon sok néven emlegették, például a megvilágosodásnak.
nem minden víz gyógyít. Vizet látott, de más a természeti elem, más a megszentelés. Másik példa, ez ott a keresztelő kápolna fölött van. Rögtön megkenték őket a kenettel. Ez is azt célozza, hogy megnyíljanak ezek a szellemi érzékszervei. Nem választották el az ókeresztény korban a bérmálást a keresztségtől. A következő, amit szeretnék. Oda mentél, lemosakodtál, látni kezdted, amit ezelőtt nem láttál, más szóval az Úr forrása által és az Úr szenvedésének ige hirdetése által megnyíltak a szemeid. Valójában a szemek megnyílása az a keresztség után, keresztségben történhet meg. De amíg nincs megkeresztelkedve, addig igaziból nem érti, hogy miről van szó. Utána megkeresztelkedik, van egy hét, és aztán részesülhet az eukarisztiában, tehát az egyház teljes jogú tagja, majd egy hét múlva lesz. Ennek is megvan a liturgiája, rituáléja, nagyon fontos események zajlanak, de ott már csak akkor engedik oda az oltárhoz, amikor már képes arra ez a megkeresztel, hogy rátekint az oltáron lévő kenyérre, meg borra, és nem kenyeret és bort lát. És ha nagyon ugye őszintén is belegondolunk, azért sokan vagyunk így, akik rátekintenek, és nem kenyeret és bort látnak. Még hogyha ez elképesztő is. Na de hogyan lett? Hát úgy, hogy beoltást nyertünk, hogy olyan érzékelésünk kezdett el működni, ami mindig a miénk volt, csak valamiért eldugultak ezek a képességeink. Ezért például az ókeresztény korban Jeruzsálem püspöke, egyik püspöke azt leírja, hogy hogyan kell odajárulni az áldozáshoz. Szóval hát ezek a szövegek nem támasztják alá azt, hogy itt nyelvre kell adni az ostját. Az más szövegek támasztják alá. A tenyérbe, és sőt, a szemükhöz érintették a kenyeret. Hogy azért, ha most megpróbálnánk, nem tudom, hogy a Székes Egyházban ezt, vagy a fülünkhöz, vagy az érzékszerveinket, mit szólnának hozzá. De ez így volt. Most már értjük talán, hogy miért történik meg ez. Hogy a testi érzékszervek mögött van egy másfajta érzékelés. Minden érzékelés. És végső idézetem, bocsánatot kérek, hogy biztos nagyon túl haléptem az időt, és visszaéltem mindannyiuk türelmével. Van egy különös szöveg, sok különös szöveg van, de ezt a szöveget, ezt például szerintem nem is érti a jámbor halandó, hogyha nem tudja, ha nincs képe a kontextusról, nem tudja, hogy itt ez egy nagyszombati beszéd, amikor egyébként kereszteltek. De ismerjük a történetet, Arimateai József megvásárol egy sírt, és oda helyezi be. Ő az első, aki a halott Jézus testéhez ér. A még vérző testhez, a sebekhez ér. Leveszi a keresztről. Ez a költői vénával megáldott szerző, akit nem tudunk kicsoda, azért pseudó, Epifánios neve alatt hagyományozták a homiliát, azt mondja, hogy megszólítja ezt a Józsefet, Arimateai Józsefet. Boldognak mondom, segítő kezedet, ó József, melyek megérintették Jézus isteni testének még vérző kezeit és lábait. Boldognak mondom kezedet, mely a hitetlen hívő és dicséretes kíváncsiságú Tamás előtt Isten még vérző oldalsebéhez ért. Boldognak mondom ajkadat, mely telhetetlenül eltelt és egyesült Jézus ajkával. Ugye azért, ha nem ebben a kontextusban olvassuk, akkor ez elég furcsa kép. Onnan a Szentlélek töltötte. Boldognak mondom a Jézus szemeihez érintett szemeidet, amelyek elnyerték onnan az igaz világosságot. Boldognak mondom az Isten arcához közelített arcodat, stb. Ez a Jézus az eukarisztiában jelen lévő Jézus. Ővele lehet ilyen módon egyesülni. Mindenki értette, aki jelen volt. Mi már annyira eltávolodtunk ettől, hogy magyarázatot igényel, mert a mi egyházi beavatásunk, hát hogy mondjam, az, ahogy Püspök atya itt az elején utalt rá, hogy a katekizmus, hát az
azt nem nagyon szokták ilyen mélységében azért a beavatás során használni. Tehát, hogy írott szövegé változik. A katolikus egyek katekizmus egy nagyszerű szöveg, csak amiből, én inkább azt mondjam, a hittanóra. Tehát ami ennek az ellentéte, azt hittanórának lehet nevezni. És akkor ezzel én le is zárnám ezt az előadást, arra felhívva a figyelmet, hogy azért tudott a kereszténység ilyen erővel kultúrát formálni, létrehozni, átalakítani, mert ugyan egy idő után megvoltak az anyagi forrásai, hiszen Konstantin úgynevezett megtérése után lehetősége nyílt arra, hogy hozzájusson az állam által biztosított pénzekhez, forrásokhoz, jóléthez. De nem ez a külső lehetőség és tehetség volt az, ami miatt megváltoztatta a kultúrát, hanem az, hogy megváltoztatta az egyes embereket. Tömegesen, tehát intézményesen. Intézményesült az, hogy a személyiséget hogyan formálta át. Mert hiába rakunk rengeteg pénzt abba, hogy majd megőrizzünk kereszténységet, vagy keresztény értékeket emlegetünk. Ezekben a szövegben soha nem szerepel ez a kifejezés. Akkor szoktuk használni, mikor a keresztény erkölcsöket már nem gyakoroljuk, akkor értékekről beszélünk. Tehát ez a intézményrendszer, ami a keresztény világ minden püspökségében, és ott rengeteg volt, nem megyés püspök. Végbe ment, ez az egyes ember tudta átalakítani. És ők azok, akik máshogy néztek a világra, és ők voltak azok, akik ezeket a zenei, művészeti, irodalmi alkotásokat létrehozták. Köszönöm szépen a figyelmet!